Jó napot kívánok! Kicsit érdekes itt egy ilyen pulpitusban előadni, mert én rohangászni szoktam föl alá, de most akkor itt maradok. A itt ülőknek az összetételéből látom, hogy vannak diákok, középiskolai diákok, jól gondolom. Jól gondolom azt is, hogy vannak középiskolai oktatók. Jól. A többiek, azok pénzügyi szakemberek, ha jól értem, vagy jól sejtem. Mindenesetre remélem, hogy mindaz, amiről most én beszélni fogok, az minden célközönségnek érdekes lesz. Kettő kutatásnak azt gondolom, hogy kivonatos eredményét szeretném elmondani itt önöknek, neked is, Balázs, ismerjük egymást régóta. Az egyik kutatást azt itt Magyarországon végeztük, a másik pedig egy nemzetközi PwC kutatás. És azt gondolom, hogy mind a kettő más miatt releváns. A magyarra nyilván azért vagyunk büszkék, mert az egyértelműen releváns adatokat szolgáltat. A nemzetközire meg azért, mert igaz, hogy Magyarország nem szerepelt benne, de a közép-európai régióban elég sok olyan információnk van, ami a magyarországi jövővel kapcsolatban is érdekes lehet. Az egyik kutatás az EVP adatbázis nevet viseli, ehhez némi háttérinformációval hadd szolgáljak. Az EVP rövidítést mi az Employee Value Proposition, azaz munkáltatói márka megfelelésként használjuk. Nagyon röviden ezt a felmérést azért kezdtük el, és ebben is volt együttműködés a pénztárral, mert eljutottunk középiskolásokhoz is. Szerettük volna megérteni, hogy a 16-26 éves korosztály ma Magyarországon mi alapján választ munkahelyet. Azaz, mit keres egy munkahelyben, milyen értéket szeretne megtalálni ott. Ez egy közel 13 ezres adatbázis, nem kicsi, de majd akkor erről néhány szót mondok. A második felmérésünk az nemzetközi, az pedig arról szólt és szól, és fogok ezekből is bemutatni eredményeket, hogy hogyan alakul a következő években az automatizáció és a munkahelyek kapcsolata. Az utóbbiról azért szerettem volna beszélni, főleg, hogy vannak itt fiatalok is, meg tanárok is, mert azt gondolom, hogy pályaválasztási szempontból nem mindegy, hogy milyen tanácsot adunk valakinek. Nem érdemes bizonyos állásokra készülni, ezt most mondom, mert 3-4 éven belül azok az állások nem fognak létezni. Úgyhogy erről is szeretnék még egy pár szót beszélni. Először az adatbázisról. Ez egy rövid statisztikai áttekintés azzal kapcsolatban, hogy is néz ez ki. Egyébként már többen vannak benne, ezt az adatbázist folyamatosan bővítjük egyébként. Ahogy mondtam, a 16-26 éves korosztály munkahely választási preferenciáit vizsgáltuk. 36 tényezőre kérdeztünk rá, hogy azon tényezők megléte, az mennyire tesz vonzóvá egy munkahelyet majd fiatal számára. Látszik, hogy mondjuk az jelen pillanatban az adatbázisban többségben vannak a felsőoktatásban hallgatók, de vannak szép számmal azért középiskolások is, illetve olyanok is, akik már dolgoznak. Tehát ez a 16-26 éves korosztály ez azért magába foglalja a fiatal pályakezdőket is. Budapesti fejnehéz ebben a pillanatban az adatbázis, tehát a legtöbben innen vannak a kitöltőink, de minden megyéből vannak adataink. Ez azért fontos, mert az adatbázist úgy állítottuk össze, hogy korcsoportra, végzési időszakra, lakhelyre és egyéb más feltételekre szűrve tudunk információkat kinyerni ebből, hogy mi fontos a leendő pályakezdőknek, vagy a leendő munkaerőnek. Ez azért készítettük egyébként ezt az adatbázist, hogy azon felül, hogy rettentően érdekes információkat lehet belőle leszűrni, ez elég komoly értékkel bír azoknak a cégeknek, akik jelen pillanatban vadásznak a munkaerőre Magyarországon. Ez ma a legnagyobb probléma. Minden gazdasági ágban nincs elég munkaerő. És éppen ezért, hogyha valaki érti és pontosan megérti, hogy a következő generáció az mit keres egy munkahelyben, akkor van ideje, lehetősége, hogy erre válaszoljon, és olyan munkakörülményeket, és olyan munkát, és olyan munkahelyet ajánljon, ami vonzó a fiataloknak, nem csak abban a tekintetben, hogy őt válasszák, hanem abban a tekintetben is, hogy mondjuk az adott fiatal itthon maradjon Magyarországon.
És innen jön ez az úgynevezett munkáltatói márka, hogy ezen adatbázis információ alapján egy vállalkozás sokkal pontosabban meg tudja azt fogalmazni, hogy ő mivel tud értéket adni a lendő munkatársaknak. Akkor szerintem vágjunk a közepébe. Itt látható, hogy mely tényezőket találták a 16-26 éves korosztályban és ez a 13 ezres mintába tartozó résztvevők a leginkább vonzónak. Érdemes elidőzni egy-kettőnél, és azokat a percepciókat végignézni, hogy ma mit keres egy fiatal Magyarországon. Az első helyen, mint leginkább vonzó tényező egy munkahelyel kapcsolatban, az a rugalmasság. Rugalmasság, ami térben és időben is megnyilvánul, azaz úgy tűnik, hogy leginkább ma egy munkahely attól vonzó, hogyha akár lehet ott otthonról is dolgozni, vagy bármilyen helyről, és nincsen kötött munkaidő. Azaz lehet később érkezni, korábban hazamenni, vagy fordítva, napközben el lehet menni intézkedni. Mi is tapasztaljuk, tehát én itt vagyok két házzal odébb a PVC-ben, nálunk is vannak pályakezdők, és azt látjuk, hogy ez most már szinte elvárás, hogy ezt a fajta keretet egy munkahely tudja adni. Tehát ez nem volt annyira meglepő nekünk. A második helyen szerepel a 36-os listában, hogy kikkel dolgozok együtt. Tehát kik azok az emberek, kik azok a közvetlen munkatársok, ők mennyire jó fejek, mennyire együttműködőek. Tehát ez a fajta emberi tényező, ez a második helyen szerepel. Harmadik helyre került az alapfizetés. Láttam már olyan felmérést, ahol ez előrébb van, de majd mindjárt mondok erre példát a miénkből is. Negyedik helyen van egy nagyon, számunkra nagyon meglepő elem. Ide került, és még egyszer mondom, ez most a 13 ezres mintáról szól, a sabbatical, vagy alkotói szabadság. Ugye ez egy olyan juttatás, hogy valaki dolgozik már évek óta egy cégnél, és úgy dönt, hogy besokal, és akkor 3-6 hónapra elmegy festegetni, vagy kecskéket nevelni pacsérvisnyére, tehát bármilyen nagyon más dolgot csinálni, és aztán visszajön feltöltődve. Na most úgy, hogy valaki még nem dolgozik, ezt már rögtön a negyedik helyre teszi, ez némileg meglepő volt, azt kell, hogy mondjam, de itt van. Ugye ez is így a munka-magánélet egyensúly témakörben van, és ötödik helyre került az, hogy mennyire érdekes és mennyire vonzó a munka. Látható még az ábrán a első 10 helyezett további sorrendje is, viszont egy érdekességet, ami minket nagyon meglepett a felmérésben, azért hagyosszak meg önökkel. A 36 tényező között rákérdeztünk arra is, hogy mennyire számít vonzerőnek a cégnek a neve, azaz az a márkanév. Kíváncsi lennék, hogy mit tippelnek, hogy ez hányadik a 36-os listán. 30? Pontosan. Lehet, hogy már beszélgettünk erről a felmérésről. Szóval ez egy nagyon érdekes dolog, mert hogy ez egy nagyon jó példája annak, hogy mekkorát változott mondjuk az utóbbi években a világ. Ez nem azt jelenti, hogy nem számít, hogy milyen corporate brand, vagy munkahelyi, vagy termékszolgáltatás márka van a cég mögött, de nem ez lesz a választási tényező. És megint csak, ugye mindenki szerintem leghitelesebb akkor, hogyha hazabeszél. 10 évvel ezelőtt mi nagyon könnyen tudtunk embereket toborozni azzal, hogy azt mondtuk, hogy mi vagyunk a PVC. Ez ma a végzősöket nem nagyon érdekli. Az érdekli őket, hogy mi történik a kapun belül. Az érdekli őket, hogy milyenek a többiek. Az érdekli őket, hogy mennyi pénzt keresnek. Az érdekli őket, hogy mennyire rugalmasan, szabadon szervezhetik az életüket. És ez egy rendkívül erős üzenet a vállalatok felé, mert azt kell, hogy mondjam, hogy a legnagyobb problémát azt látjuk, vagy ott látjuk ma Magyarországon, én egyébként ilyen HR-típusú tanácsadással foglalkozom gyakorlatilag reggeltől estig, hogy a cégek 10 évvel ezelőtti toborzási technikákkal próbálnak magukhoz csábítani munkatársakat. A legtöbbjük. Tisztelt a kivételnek. Tehát nagyon sokan váltottak, nagyon sokan tesznek mást. De a mai fiatalokat nem lehet megszólítani ugyanazzal a megközelítéssel, mint mondjuk a 10 évvel ezelőttieket. Még egy érdekesség, társadalmi felelősségvállalás.
Corporate Social Responsibility, hát azt hiszem, hogy az utolsó lett, vagy az utolsó előtti. És ez megint egy érdekes dolog, mert hogy percepció, hogy a mostani generációnak az a fontos, hogy biciklivel járhasson iskolába, óvodába, munkahelyre, és így tovább. Megint csak ugye mélyre mentünk, mert úgy próbáltuk ezt értelmezni, hogy ezt tudjuk használni. Nem az a jelentése ennek az eredménynek, hogy ez ne lenne fontos. De egyrészt vannak ennél jóval fontosabb elemek egy munkahely választásnál. Másrészt beszélgetve azért egy-két fiatallal nagyon sok helyütt ez már elvárás. Tehát a mai generáció elvárja, hogy az a cég, ahova ő elmegy dolgozni, az fizessen adót. Vagy felelősen gondolkodjék, akár társadalmi kérdésekben is. No, leszűrtük középiskolásokra. A középiskolásoknál, legalábbis azok, akik az adatbázisban vannak, a rugalmas munkavégzés maradt az első helyen, a munkatársak a második helyen, a szabatikál még vonzóbb így jó messziről, középiskolás korban, és aztán alapfizetés, illetve túlóra kifizetés. Nem tudom, hogy ez milyen percepciók alapul, de ez itt van. Amilyen szempontból szerintem érdekes, hogy végeztünk egy olyan szűrést is, nyilván most a célközönség miatt mutattam meg ennek a szűrésnek az eredményét, hogy megnéztük azt, hogy viszont mit mondanak azok, akik már dolgoznak. Megint egy ilyen az interaktivitás fokozása miatt megkérdezném, hogy mit gondolnak, mit gondoltok, hogy a már dolgozóknál, igaz, hogy még fiatalok, ott mi van az első helyen? Tipp bárkinek. Fizetés. Bingo. Tehát erre azt szoktam mondani, hogy valaki elkezd dolgozni, honeymoon is over, tehát az ilyen nagyszerű, vonzó dolgok, azok egy picit háttérbe kerülnek, és akkor rögtön a valóság így előjön. Tehát nagyon szépen lehet ezt így látni, hogy hogyan is működik. Hoztam egy-két külön részeredményt. Az egyik témakör, amire rákérdeztünk, hogy karrierfejlődés tekintetében mely tényezők vonzóak. És úgy kell értelmezni az ábrát, hogy a sárga oszlopok azok, amik a középiskolásoknak az eredményeit mutatják, mögötte a szürke oszlop az a teljes populáció. Tehát látszik, hogy valahol van, én azt mondom, hogy minimális különbség, de azért van. És hogy ezt nézzük, akkor mondjuk a fejlődés karrier témakörben a középiskolásoknak a legvonzóbb az az előrelépés gyorsasága, ez egy türelmetlen generáció, szerintem ezt tudjuk, és a legkevésbé vonzó, hogy személyes kompetencia fejlesztő tréningeken pallérozhassam magam tovább mondjuk a munkahelyem. Ez a fajta gyorsaság, vagy ez a fajta sürgetés, szerintem ez egy generációs sajátosság. Azért én azt látom például a hozzánk belépő fiataloknál, mondjuk az már egyetem után van, hogy azért ebből egy picit kezdenek visszavenni. Tehát azért a valóság megérkezik az életbe. Csak hát nézzük meg, ma az a világ, ami körbeveszi ezeket a középiskolásokat, az önmagában is rettentő gyors. És rettentő gyorsan akarnak megtudni mindent, meg is lehet. Kompenzáció kapcsán, megint csak leszűrve a középiskolásokra látszik a zöld oszlopok által mutatott eredmény. Ugye ez azt jelenti, hogy az alapfizetés tűnik a legfontosabbnak, de az kevésbé fontos, mint a teljes populáció. És hát a többinél ugye túlóra, teljesítmény alapú bónusz, illetve egyéb bónusz kifizetés sorrend következik. Na ez a kedvencem, és ez a teljes populációval kapcsolatos a kedvencem volt. Rákérdeztünk arra, hogy cég vezetés szempontjából három elem közül mi a legvonzóbb. És az első az a stratégia és jövőkép, a második a közvetlen kapcsolata a vezetőkkel, elérhetőség, és a harmadik meg az egyenes és őszinte kommunikáció. Én azt gondolom, hogy évekkel ezelőtt erre a kérdésre, ha választ kaptunk volna ettől a generációtól, a stratégia jövőkép jóval magasabb számot kapott volna. Én úgy fordítom ezt a diát, hogy ez a mostani generáció, ez szereti, hogyha vezetik, de nem tűri, hogyha megvezetik.
Tehát ez a fajta őszintesség, ez a fajta kérdezek, választ akarok, gyorsan akarok választ, őszinte választ akarok, ez egyrészt rettentő nagy kihívás, másrészt számomra rendkívül reménykeltő. Tehát én ezt a diát, ezt nagyon szeretem. Pontosan azért, mert szerintem ez rettentő jó jövőképet hordoz. Azzal kapcsolatban, hogy a cégvezetőknek össze kell kapniuk magukat, hogy ennek az elvárásnak megfeleljenek. No, ennyit nagyjából a felmérésről. Nyilván teljesen részletes az elérhetőség és rengeteg egyéb információnk van. Le tudjuk gyűjteni megyékre, de talán itt a felhívás a pénztár felé annyi, hogy továbbra is számítunk az együttműködésben. Örülnénk, hogyha minél több középiskolába el tudnánk jutni. Ez egy darab link, ahol a gyerekek ezt elérik és kitöltik. Azt hiszem 8 perc alatt kitölthető. Ez rengeteget tud adni. Adott esetben az iskolának vissza tudjuk küldeni, hogy mit gondolnak az ő diákjai. Tehát szerintem ez ilyen szempontból egy win-win szituáció lehet. Ez most itt a reklám helye volt. Nem pénzért adott reklám, tehát hogy ez mindenképpen szerintem egy ilyen közös társadalmi lehetőség. A második téma, az meg, ahogy mondtam, ez ilyen pályaválasztás szempontjából egy érdekes történet. Néhány háttéradat. Benne van, hogy kikkel dolgoztunk együtt ebben a tanulmányban, benne van, hogy hány országot vizsgáltunk, hány munkakört vizsgáltunk, és hogy közel 10 000-en válaszoltak a kérdésekre. Gyakorlatilag azt vizsgáltuk, hogy az automatizáció az mennyiben fogja átrendezni a munkaerőpiacot. Még jobban lefordítva, milyen állások fognak megszűnni, milyen állások nem fognak megszűnni. Erről hoztam egy-két gondolatot, azzal már általam elmondott nem titkolt célra, hogy ha itt ülnek diákok, akkor ne menjenek el rossz irányba pályaválasztás kapcsán, illetve ha itt ülnek pedagógusok, akkor segítsenek a diákoknak, hogy ne menjenek olyan irányba, ahol lehet, hogy néhány év múlva nem fognak találni mondjuk állásokat. Egy háttérinformáció. A mostani kutatások, megközelítések alapján az automatizációnak 3 hulláma. Nem mondom azt, hogy várható, mert már mind a 3 itt van. Az első az, amikor úgy nevezzük, hogy algoritmikus hullám, akkor gyakorlatilag eddig manuálisan végzett folyamatokat egyszerűbbé teszünk. Legegyszerűbb hétköznapi példa hitelbírálat, vagy hitelkérelem elbírálás. Ugye ma ebben az adatmennyiségben, ami rendelkezésre áll mindenki számára, a pénzintézetek számára is, egy gomnyomással gyakorlatilag egy algoritmus rettentő egyszerűen kiszámítja a rizikót, a lehetőségeket arra, hogy valaki mondjuk kaphat-e hitelt, vagy mennyi hitelt kaphat. A második hullám, úgy hívjuk, hogy kiterjesztési hullám, amikor még mindig az embernek a szerepe megvan, de egyre kisebb. Mondok erre példákat, mondjuk a 4-es metró, amikor nincs benne sofőr, vagy mit tudom, metróvezető. De gyakorlatilag azt még egy ember kontrollálja mondjuk egy távoli irányító központban, de maga a metrószerelvény magától megy, beprogramozott algoritmus alapján áll meg, nyitja ki az ajtót, tehát hogy ezek olyan elemek, amik most is léteznek. És a harmadik, úristen, mekkora blamázs, bocsánat, csak azt jelezte, hogy 20 percnél tartok, nem? A harmadik hullám pedig arról szól, hogy gyakorlatilag a mesterséges intelligencia az ember nélkül is működik. Már ma is van erre példa. Lehet, hogy egy kicsit mellé lövök, de azért én azt gondolom, hogy mondjuk a chatbotok, azok klasszikusan ebbe a kategóriába tartoznak. Gondolom mindenki használ, majdnem mindenki a teremben mondjuk mindenféle ilyen digitális alapú chat alkalmazásokat, mondjuk a Messenger az egyik legegyszerűbb. Nagyon szépen el lehet beszélgetni egy robottal, akár mondjuk egy cégnek a termékeit képviseli, a legújabb, amit lehet látni, hogy rockzenészek, illetve sportolók gyakorlatilag csetelnek velünk, hisszük ezt, de teljesen intelligens beszélgetésben egy automata válaszol folyamatosan. Az én legdurvább élményem, személyes, az múlt szombat. Van egy térkép alkalmazás a telefonomon, ami követi azt, hogy én hol járok. Eddig nem tudtam, de követi. És észrevettem az utóbbi hetekben, hogy reggel beülök a garázsba,
és kapok egy ilyen felbukkanó üzenetet, hogy forgalomtól függően 23 perc múlva fogok beérni az irodába. Vagy 28 perc, vagy 34 perc múlva. Attól függ, mikor indulok. 7:15 előtt 20 perc, 7:15 után 30 plusz. Szombaton reggel beültem a kocsimba, és hozzátartozik, hogy én szombaton, ha itt vagyok, mert sokat utazom, akkor el szoktam menni a Fény utcai piacra. Beülök szombat reggel a kocsiba, és kiírta, hogy 17 perc alatt odaérek a Fény utcai piacra. Nem azt írta, hogy a munkahelyemre, hanem ahova szombaton szoktam járni. Én nem mondtam meg a telefonomnak, hogy én szombatonként a piacra járok. Tehát, hogy ezek félelmetes dolgok, de hogy ez itt van. Ez működik, gyakorlatilag az ember leszáll mondjuk Londonban Gatwick reptéren, ránéz a Facebookra, és az első poszt az, hogy mennyiért lehet a Gatwick Express-szel bemenni a városba. Tehát, hogy gyakorlatilag ez teljesen automatikusan működik. Valahol rettentő félelmetes egyébként. De ez itt van. De hogy lehet ezt legjobban mondjuk magunk szolgáltába állítani, hogyha megtanulunk ezzel együtt élni? Viszont akkor itt van egy-két gondot azzal kapcsolatban, hogy fog hatni ez a munkahelyekre. Itt ez egy ország szerinti bontás, a felső néhány ország, amit így bekereteztünk, az Közép-Kelet-Európa. Nincs benne Magyarország, de van benne Szlovénia, Szlovákia, Litvánia, Csehország, ha jól látom, igen. Tehát szerintem valami hasonló történik nálunk is. Ez azt mutatja, hogy a munkahelyek mekkora százaléka veszélyeztetett a három automatizálási hullámban. Ugye ezt azt nézzük, hogy a legtöbb változás úgy tűnik ebben a régióban nem az elején fog történni, hanem a 2-3-as fázisban, viszont el fogunk menni a munkahelyek 40%-áig, aminek erre hatása lesz. Iparág szerint, ugye, hát ez most már szerintem nem, ugye a pénzügyet azért emeltük ki, mert hogy pénztár rendezvényen vagyunk, tehát ez ott van a középmezőnyben, de mondjuk ami leginkább veszélyeztetett, az szállítás, utaztatás. Tehát ma már egyre többen beszélnek arról, hogy gyakorlatilag a kamionsofőrnek senki ne akarjon elmenni, mert éveken belül kamionsofőr nem lesz. Mert gyakorlatilag önvezető kamionok fogják intézni az utaztatást. Nincs itt az ábrám, de egy Magyarország számára rendkívül érdekes hír szerintem, hogy a leginkább automatizált iparág az a mezőgazdaság lesz 10 éven belül. Tehát gyakorlatilag már minden mezőgazdasági munka elvégezhető ember nélkül. És ez szerintem Magyarországon érdekes dolgokat fog felvetni. De megállíthatatlan az irány. Ami a feladatok kapcsán még itt van, hogy látszik, hogy ugye a legtöbb a kézi munka, kézzel végezhető munkák átvételében lesz, tehát ennek szerintem napi szinten tanulni vagyunk mondjuk egy gyártási folyamat automatizálásában, ami ugye átételesen mondjuk a munkaerő problémákra is megoldás lehetne, de azért ez nem ilyen egyszerű. És egészen tovább akár ugye a komputerhez kapcsolódó. Nem nagyon, vagy kevésbé lesz automatizálva a vezetői funkció, hogy kevésbé lesz rá hatással, illetve mondjuk az ilyen gondozás. Tehát ha valaki mondjuk védőnőnek tanul, ő biztonságban van. Ha valaki szociális munkásnak tanul, vagy az akar lenni, rendkívül nagy biztonságban van. Tehát azokat az érzelmi alapú segítő munkaköröket, azokat nem lehet majd kiváltani. Még egy rövid kitérő. Mindezek a PwC kutatása alapján egy olyan világban rendeződnek majd össze, ahol egymás mellett fog élni egy olyan világ, és ezt ez a kék világ mutatja leginkább, ahol óriás cégek gyakorlatilag alkalmazottakkal, akik életüket és vérüket nekik szánják, csinálják végig a hatalmas munkákat, de mellettük nagyon sok ilyen egyéni vállalkozó vagy kisebb csoport fog működni. Most azért nem megyek bele a részletekbe, mert az időm kicsit elszállt. A lényeg az, hogy nagyon szépen megfér majd egymás mellett a nagy céges világ, az egyéni vállalkozók, illetve a laza szövetségben dolgozók, illetve azok a cégek, akik mondjuk nagyon társadalom, illetve környezetvédelem tudatosan működnek. Ezt próbálja ez mutatni. No de, és maradt szerintem mínusz egy percem. Ezt csak azért mutatom meg érdekességként, hogy van egy honlap, ez a neve, hogy willrobotstakemyjob.com. Ha erre rámegyünk, akkor beírhatja mindenki a saját munkáját,
és megmondja a szoftver, hogy mekkora valószínűséggel fog ez létezni a következő években. Én gondoltam, beírom azt, hogy tanár. Jó? Ez jó hír, mert ez azt jelenti, hogy 1% alatt érnek az esélye, hogy ez az állás megszűnik robotizáció miatt. Úgyhogy itt ülök néhányan megnyugodhatnak, szerintem azok is tanárnak mennek. Amit egy példát még hagy mutassak, ezt múltkor egy konferencián használtuk, beírom azt, hogy színész. Hoppá! Tessék csak a Star Wars utolsó előtti levetített részére gondolni, amiben Leia hercegnő feltámadt. Szerintem, ha ezt jobban megnézzük, akkor akik nem látták az eredeti részeket, azok nem nagyon ismerik fel, hogy az nem egy igazi ember. Azt mondják, hogy 1-2 év, és olyan játékfilmeket fogunk látni a mozikban, amiben egy darab élő szereplő nincs, és nem fogjuk tudni megmondani. Tehát nem a Pixar animációs filmekről beszélek, hanem élő szereplőknek tűnő. Ezt egy olyan rendezvényen vetítettük le, ahol Khalid Arthur is fellépett, kicsit elszomorodott, miután elmondta a versét. De mindegy, én azt gondolom, hogy javaslom mindenkinek, hogy ha érdekli, akkor kezdjen el beütögetni különböző munkaköröket ebbe a szűrőrendszerbe, willrobotstakemyjob.com, egyszerűen megnézhető, és aztán szerintem ő maga, vagy a saját gyerekei, vagy a saját tanítványai felé használja ezt az információt, mert szerintem érdekes és hasznos. Nekem ennyi fért az időmbe. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattak.